fényes nappal dobták ki a gumiabroncsokat, illegális szemetelőket fogtak a rendészek. Megnyílt a 26. téli tárlat. 62 művész, 108 munkája kapott helyet a kiállításon. Hétvégi sikerek, a Hughes-ok és a DVTK is értékes győzelemmel zárt. Jó estét kívánok! Kezdődik a Híradó 2023. április 3-án hétfőn 18 órakor. Jönnek a részletek. Hiába a térfigyelő kamera, fényes nappal pakoltak ki egy autóból több leselejtezett gumiabroncsot a 9. utcában. Az illegális szemetelők egy percig sem zavartatták magukat, a munka végeztével elhajtottak a környékről. Az önkormányzati rendészet munkatársai azonban szinte azonnal megtalálták őket, és az elkövetőkkel szemben eljárás indult. Továbbra is érezhető, hogy a pénzbírság nem rettenti el a szabálytalankodókat. Egy nappal az eset után néhány méterre a korábbi helyszíntől újabb gumiabroncsokat dobtak ki. Fényes nappal érkezik az autó a 9. utcába. Megáll egy fánál, az utasai kiszállnak, majd elkezdik kipakolni a gumiabroncsokat a csomagtartóból. A térfigyelő kamera az utca végén egy villanyoszlopról az esemény minden mozzanatát rögzítette. Az illegális hulladék lerakókat azonban ez sem zavarta. Mintha jól végezték volna dolgukat, egyszerűen elhajtottak. Az önkormányzati rendészet munkatársai percek alatt megtalálták az elkövetőket, intézkedés alá vonták őket, összeszedették a gumiabroncsokat és eljárást kezdeményeztek velük szemben. A cselekmény elkövetője a Bodótetőről érkezett, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy olyan környezetből, amely egyébként mondjuk szegregált vagy egy szegényebb környezetből származott volna. Elmondása szerint a gumiabroncsot ő megkísérelte a hulladékudvarban leadni, de a jelenlegi szabályozás szerint ott nem vették el tőle, és ez volt a legegyszerűbb módja annak, hogy megszabaduljon a gumitól. A helyzet ezzel a tetteniréssel nem oldódott meg. Egy nappal később és néhány méterrel arrébb egy bokor tövében 8 gumiabroncsot raktak ki. A mellette lévő terület pedig szintén szeméttel van borítva. Most szedtünk össze 36 köbméter szemetet március 18-án a Színvából. A Színva patak megtisztításán sokan dolgoztak, nagy volt az összefogás. Ám a terület önkormányzati képviselője szerint több városrészben is évek óta hatalmas problémát okoz az illegális hulladék lerakás. Ha több kamera van felszerelve, és tudomásom szerint lesz itt ezen a vonalon, akkor ez segítség lesz, de a legjobban némi állampolgári gondolkodásba kéne változtatni. A képviselő hozzátette, bár a használt gumiabroncsok leadása jelenleg valóban nehézségekbe ütközik, azonban továbbra is van megoldás az abroncsok leadására úgy, hogy az sem jogi, sem erkölcsi szabályokban nem ütközik. Chat fórumokon osztotta meg a tervét egy 17 éves miskolci fiú arról, hogy az egyik általános iskolába fegyverrel fog berontani és több embert le fog lőni. Az volt a szándéka, hogy ha betölti a 18-at, fegyvert fog vásárolni. Az engedélyeztetési eljárással teljesen tisztában volt. Az információk szerint tervezte azt is, hogy a lövészeti technikák megfelelő elsajátításához lövészklubba fog járni. Rendszeresen keresett fel olyan internetes oldalakat, amelyek az Egyesült Államokban a közelmúltban történt lövöldözésről számoltak be. A fiatalt emberölés előkészületével gyanúsították meg, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája és a terrorelhárítási központ előállította, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság vasárnap egy hónapra elrendelte a fiatal letartóztatását, amelyet javítóintézetben kell végrehajtania. A bűncselekmény büntetési tétele akár 5 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. Még mindig sok tévhit él az autizmussal kapcsolatban, de minél jobban megismerjük ezeknek az embereknek a speciális igényeit, annál könnyebb elfogadni, befogadni és megszeretni őket, hangzott el az Autizmus Világnapi ünnepségen. Ebből az alkalomból hétfőn délelőtt több mint 100-an énekelték közösen a Szent István téren a Tavaszi Szél című dalt, a villámcsődületet a Miskolci Önkormányzat szervezte.
Kék pólóban, aprócska kék zászlóval a kezükben gyülekeztek a Szimbiózis Alapítvány munkatársai és gondozottaik a virágóránál. A villámcsődülethez miskolci óvodások, nyugdíjas szervezetek, érdeklődők és a Városháza dolgozói közül is sokan csatlakoztak. Az Autizmus Világnapja alkalmából szervezett flashmobnak az volt a célja, hogy felhívják a figyelmet azokra az emberekre, akik másképp érzékelik a világot, másként viszonyulnak embertársaikhoz. A Szimbiózis Alapítvány elnöke szerint még mindig információhiány és előítéletek jellemzik Magyarországon az autizmusról kialakult képet. Az autizmus az egy állapot, nem igazán fogyatékosság, hanem egy megváltozott olyan létezése a mai normalitásnak, ami egyre több embert érint. Ha csak megnézzük a hivatalos statisztikákat, akkor ha csak Miskolcra vonatkoztatva, 20 évvel ezelőtt még volt egy óvodai csoport, meg volt egy iskolai részcsoport, ma már önálló autista tagovoda van, autista tagiskola van, és akiket mi kapunk úgymond a szociális ellátásba, az ellátottainknak most már több mint a fele, akik igénylik a segítséget, az autizmussal élnek. Az ENSZ 2007. december 18-án döntött arról, hogy minden évben április 2-án felhívja a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra, amely 10 milliókat érint a Földön. Mutassuk meg, hogy mi együtt vagyunk, mindannyian kicsit másak vagyunk, és ettől vagyunk nagyon egyformák, és mutassuk meg azt, hogy így együtt igazán szép a világ. Varga Andrea hozzátette, azért fontos megismerni ezt az úgynevezett spektrum zavart, hogy érthetővé váljanak azok a bizonytalanságok, amelyek az autizmussal élő emberekről kialakulnak. Mancsszobrot állítottak Törökországban. Az emlékmű pontos mása a miskolci alkotásnak. A Spider mentőcsoport vezetője Lehoczky László és legendás mentőkutyája Mancs a világ 28 országában emberéletek százait mentették meg, köztük számos törökét. 1999-ben az akkori óriási földrengés után például egy 3 éves kislányt is, aki 82 órát töltött a romok alatt. A világhírű magyar mentőkutya emlékére készült szobrot már novemberben kiszállították Törökországba. A felavatására Lehoczky László Mancs utódjával, Hóppal érkezett, akivel a februári ugyancsak hatalmas vesztesége járó földrengés után segítették a mentési munkákat. Lehoczky László elmondta, Mancs történelmet írt, hiszen Törökországban vallási okokból nem közkedvelt állat a kutya. Mancsnak is köszönhető, hogy a mostani 3 napos törökországi látogatásuk során hatalmas szeretettel fogadták Hópot. És itt lehetett látni is, hogy az Erdogan úr is megsimogatta, tehát ami borzasztó nagy érdekesség volt itt mindenki számára, mert erre senki nem számított. És innentől kezdve én azt hiszem, hogy a magyar mentőkutyáknak helye van Törökországban bármikor, tehát megteremtődött az a lehetőség, hogy most már tisztelik is a kutyusokat, főleg, hogy szobor is lett ott állítva, ott a török gyerekek is simogatták a szobrot, sőt, Hóppal voltam kinn, a jelenlegi kutyámmal mindenki ölelgette, simogatta, tehát teljesen másképp néznek most már a kutyára. Hosszú szünet után újra kinyitott a Miskolci Galéria, és ezzel egy időben megnyílt a 26. téli tárlat. A kiállításon 62 művész 108 munkája kapott helyet. A megnyitón elhangzott, bár a bezárás az energiaválság miatt szükségszerű volt, semmi nem pótolja a műalkotások fizikai jelenlétét. A pályázó művészek közül 10 vehetek át díjat, az önkormányzat nagydíját ezúttal Seres László festőművész kapta. A kiállítás április 30-áig látogatható. Változatos stílusok, színek, minták, különleges művészi megoldások és rengeteg érdeklődő. A 26. téli tárlattal egyúttal a Miskolci Galéria is újra megnyitotta kapuit. A téli hónapok alatti kényszerű bezárás szükségszerű volt, az energiaválság miatt ugyanis az épület üzemeltetése nem volt megoldható. A jó idő érkezésével azonban a kiállítások és kulturális rendezvények újra elkápráztathatják a miskolci közönséget. Semmi nem pótolja a művészeti alkotások fizikai jelenlétét. Akármilyen online programot ki lehet találni, akármilyen hálózatot lehet
virtuálisan építeni. A műtárgy az akkor műtárgy, amikor ott vagyok mellette. És ezt nem pótolja semmi, ahogy az önök jelenlétét sem, a közönségét, az alkotókét, akik ma ilyen nagy számban itt vannak velünk, és hát valóban ünnepé tesszük így most együtt ezt az április 1-jét. A kiállításon 62 művész több mint 100 munkája tekinthető meg. Mit sem ért volna bármilyen kezdeményezés, hogyha nincs nyitottság azoknak a művészeknek a részéről, akik ma itt kiállítottak. Köszönet illeti önöket is. Alkotókat, hogy a bizonytalan kiállítási lehetőség ellenére megőrizték az alkotás iránti vágyat, és kitartottak amellett, hogy műveikkel megmutatkozzanak a mi örömünkre. Az ünnepélyes megnyitón a pályázó művészeket díjazták. 10 alkotó vehetett át kitüntetést, a Miskolci önkormányzat nagy díját Seres László festőművész vehette át. Minden munkám elég hosszú történet előzi meg, tehát ezek a képek végül is egy minimál artot képviselnek, de arra törekedtem, hogy azok az érzések, amik a képeken általában jellemzőek, tehát ezek az érzések felfedezhetőek legyenek a képeken. A téli tárlat április végéig tekinthető meg az újra nyílt Miskolci Galéria nyitvatartási idejében, hétfő kivételével minden nap reggel 9 és délután 5 óra között. Egy óriásit küzdő ellenfél otthonából távoztak értékes győzelemmel a pirosfehérek a Merkantil Liga 29. fordulójában. Darog DVTK 0-1. Az utolsó előtti együttes és a listavezető találkozóján megnehezítette ellenfele dolgát a dorogi csapat, veszélyes akciókat vezetve. De a Diósgyőr 2 Jurek kapufát is jegyezhetett, majd a végjátékban Lőrinci remek szabadrúgás gólja DVTK győzelmet jelentett. Egy korábbi DVTK játékos a kezdőben, 3 pedig a kispadon kezdte meg a hazaiaknál a válogatott szünet utáni bajnokit. A fehér mezeseknél visszatért sérülése után a kezdőbe Csirmaz, aki az 5. sárgalapja miatti eltiltását töltő Farkast váltotta. Az első veszélyes akció az 5. percben a DVTK-é volt, de Jurek átadása a középen érkezőkhöz nem jutott el, elakadt a kapusban. Ezek után a szervezetten motiváltan szereplő házigazda helyzetei következtek. Az első félidő második fel az övék volt, a 39. percben a keresztlécet találta telébe ez a közeli fejes. A második félidőben egy sokkal támadóbb Diósgyőrt láthattunk, meg egy aktív Jurek Gábort, kinek első lövése alig került el a kaput. Majd 2 perc elteltével az 53. végén a menteni igyekvő Szatmári majdnem öngolt ért el, Senkó kapus védett nagyot. Az ellentámadásból aztán Jurek óriási kapufáját láthattuk, pedig itt a kapus már verve volt. 56. perc, újra Jurek Gábor jelentett veszélyt, de az U19-es válogatottban is gólt szerző támadó lövése után újra kisegítette a kapufa a hazaiakat. Sőt, a találkozó 58. percében is Jurek indította a veszélyhelyzetet, majd jött Lukács lövése, de Molnár kapus védeni tudott. Még a szünetben Meggyest, a 68. percben Csirmaszt kellett sérülés miatt lecserélni, de ekkor már az aktívabb és ellenfelénél veszélyesebben szereplő fehérmezesek akarata érvényesült. Nagyon beszorította ellenfelét a miskolci együttes. Majd jött a 85. perc és jött Lőrinci Attila szabadrúgása. A csereként beszálló középpályás lövése után védhetetlenül vágódott a labda a hazai kapuba. 0-1. Az eredmény ezek után már nem változott, Lőrinci mesteri mozdulata végül győzelmet, 3 pontot jelentett a DVTK-nak. Nagyon szervezett tudtunk fozizni, jó helyeken tudtunk szerezni a labdát, nagyon jó támadásokba tudtunk átmenni, voltak a helyzetek a megszerezni a vezetés. Sajnos ez a gózhoz is nem annyira megy nekünk, ahogy kéne. A nehezen megszerzett győzelem pedig talán még többet ér, mint egy sima siker, mert ez táplálja igazán a csapat egységét, az ilyen sikerhez azonban jó egyéni megmozdulások, karakterek is kellenek. Fogalmazott értékelésében a DVTK szakvezetője.
Nagyon fontos minden játékosnak a szerepe, valaki kezdeni fog, valaki beállni, és megint nagyon örülök annak, hogy a beálló játékosok segítették és lendületet adtak azoknak, akik már pályán voltak, és szerintem elsősorban kívánom azt, hogy tényleg egy csapatmunka volt, és csapatgyőzelmet szereztünk. Az idegenbeli győzelemnek köszönhetően pedig őrzi előnyét a tabella élén a DVTK. A piros-fehérek a következő fordulóban hazai pályán fogadják majd Békés Csabát. Szintén értékes győzelmet könyvelhetett el a szezonnyitón Miskolc újjálakult csapata a hazai amerikai futballbajnokság élvonalában. Borsod Bobcats FD Rangers 9-6. Mint azt az eredmény is mutatja, a szezonnyitó bajnokin a védelmek voltak főszerepben, majd a rendes játékidő döntetlene után a borsodi Hughes-ok a hosszabbításban egy mezőnygóllal megnyerték a mérkőzést. Ezzel a mozdulattal kezdődött el Miskolcon is a HFL, azaz a hazai amerikai futball bajnokság élvonalának 2023-as bajnoki sorozata. A piros-sárga mezes házigazda Borsod Bobcats ezen a találkozón mutatkozott be először tétmérkőzésen a csapat mérkőzéseinek otthont adó atlétikai centrum pályáján. Az első negyed nem hozott gólt, majd a másodikban az újjáalakult miskolci csapat első touchdownját ünnepelhette. Ám nagyon rosszul sikerült a rúgójátékosnak szánt hátratett labda, így elmaradt a plusz pont. Majd ahogyan a miskolci szezonnyitókon lenni szokott, óriási eső áztatta a csapatokat és az elszánt szurkolókat is. A komoly mennyiségben hulló égi áldás azonban úgy tűnt, a vendégeket kevésbé zavarta meg, mert még a félidő előtt sikerült az egyenlítés. De a jutalomrúgás csak úgy, mint a házigazdának, nem sikerült, így maradt a 6-6, egészen a rendes játékidő végéig. A hosszabbításban először a vendégek támadhattak, de a hazai védelem minden kísérletet visszavert. A miskolci támadás variációk sem hoztak sikert, ám az utolsó kísérlet, egy mezőnygól, azonban jó helyre ment. Így óriási küzdelemben a Borsod Bobcats 9-6-ra megnyerte a HFL szezonnyitót az FD Rangers ellen. Mindenki úgy volt vele, hogy szeretnénk is továbbra egy Magyarországon kompetens gárdát összehozni, hogy megmentsük itt Miskolcon a focit. Szerintem ez egy jó alapköve volt ennek, mindenkire nagyon büszke vagyok, és szerintem ez az akaratom múlt leginkább. A két korábbi miskolci csapat egyesülése után a sohasem könnyű fúziót követően létrejött csapat tehát jól rajtolt, ami nagyon fontos tény a folytatást tekintve. Ugye ez volt a szezon első meccse, tehát semmi tapasztalatunk vagy tudásunk nem volt az ellenfélről. Tényleg benne volt egy ilyen szoros meccs, egy teljesen egyértelmű, sok pontos győzelem is akár. Tehát nagyon örülök, hogy így alakult, hogy a védelmünk tudta megnyerni a meccset, tekintve, hogy ugye velük én foglalkozok. Az offenzünk is nagyon jól játszott egyébként ettől függetlenül, de ilyen időben, ilyen körülmények közt azért jó van ehhez a pontot csinálni. A részletes értékeléseket is tartalmazó összefoglalónkat keddi sportműsorunkban láthatják. Míg a győzelemmel bemutatkozó borsodi Hughes-ok április 16-án a budapesti Titánok vendégei lesznek majd a második fordulóban. Holnaptól barátságtalanabb arcát mutatja a tavasz, részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Tartsanak velünk továbbra is, híreinket, riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik. Friss hírekkel legközelebb kedden este 6 órakor jelentkezünk. További szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!